Köszöntöm nézőinket! Önök közéleti magazinunkat látják. Új emléktáblát avattak Alsónánán a Trianon 100. évfordulójára. A faragott mű elhelyezése sem volt véletlen. A templom melletti parkban állították fel, hogy minden Alsónánán járó jól láthassa. Kollár László András polgármester és Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője leplezte le az emléktáblát, amit Nagy Csaba a mezőségről Alsónánára költözött faragómester készített a Trianon 100. évfordulójára. Megtetszett a falu, pont ugyanolyan, mint ahol én születtem, a mezőségen, Nagysármáson, ugyanilyen dombos, és nagyon megtetszett a környezet, az emberek, befogadtak. Hogy keveredtetek ide egyáltalán? Egyáltalán úgy keveredtünk ide, hogy egy székelykaput faragtam ki, faddomborúban felállítva, és akkor itt maradtunk. Megtetszett a hely, így kerültünk ide. Az ötletek úgy jöttek, hogy összeültünk. Először másképp volt, hogy ne ázzék, akkor jött a tető, hogy ne legyen székelykapu se, hanem egy ilyen kis tetőcske, de azért szép legyen. Hát más pedig, mit mondjak, az ötletek úgy sorba jöttek. A turulmadárral is, mert az nemzetünknek a régi ősmadarunk. Mert úgy volt először, hogy felül lesz kifaragva az idézet, a Salbertnek az idézete, de nem fért bele, mert nagyra akartunk, és akkor bekerült a Nagy Magyarországba. Az emléktáblát a templom melletti parkban állították föl, hogy minden Alsónánán járó jól láthassa. Trianon 100. évfordulója alkalmából készítettük ezt az emlékművet. Természetesen a fő téma, tehát az egésznek a témája ugye az a Magyarország így mond megcsonkítása. Hát azt szerettük volna a következő évtizedekre üzenni, hogy sose felejtsék el, hogy mi történt, és ez emlékmű a bizonyíték arra, hogy a magyarok tudnak élni és tudnak tovább boldogulni. A képviselőtestület döntött el, hogy megcsináltatja ezt az emlékművet, egy helyi lakos, Nagy Csaba, fafaragó művész, vagy mester, bocsánat, inkább úgy mondom, fafaragó mester, kezemunkája, közösen, tehát a testület és ő közösen leültünk, megterveztük, illetve az ősszel kezdtük, téli estéken megterveztük, és márciusban kezdett hozzá. És körülbelül 100 nap munkája van benne. A helyi újságban megjelent Trianon témájú cikkeken kívül előadássorozatot is tervezett az Alsónánai Önkormányzat az évfordulóra. Meghívta erdélyi testvértelepülésüket, Szotyor képviselőit, akik örömmel el is fogadták a meghívást, de a járványhelyzet miatt ez nem valósulhatott meg. Az eltelt idő semmit nem változtatott azon a tényen, hogy ami 100 éve történt, nem tárgyalás volt, hanem diktátum, egy büntetés, ami a háború elvesztéséért mértek ki ránk. A döntéssel olyan emberek milliói büntették meg, akik mentek, mert a hazájuk szólította őket. Ezzel az emlékművel azt szeretnénk utódainknak üzenni, amit Vas Albert így fogalmazott meg. Együtt erő vagyunk, szerte szét gyöngeség, mondta az alsónánai polgármester. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár elmondta, hogy több olyan programot is létrehoztak, ami erősítheti a kapcsolatot a határon túli magyarokkal. Az elmúlt időszakban nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a magyar közösségek között a magyar-magyar kapcsolatrendszert meg tudjuk erősíteni. Több ilyen programunk van, akár a gyerekeknek, főleg a hetedikeseknek, de a középiskolásoknak is a határtalanul pályázat, az, hogy el tudnak menni osztálykirándulás keretében támogatott módon, kormány által támogatva, gyakorlatilag ingyen, de felkészülve határon túli magyar területekre. Egy hasonló, nagyon jó program, a testvértelepülési program, ami támogatja ilyen viszonyoknak, vagy szerződéseknek, kapcsolatoknak a kialakítását, és támogatjuk ezeket a találkozókat. Sajnos az idei év ebből a szempontból se a határtalanul, se a testvértelepülési, se egyéb más programok szempontjából eddig nem volt jó. Bízunk abban, hogy a járványhelyzet majd lehetővé teszi, hogy sok mindent be tudjunk az ősszel, vagy majd jövőre pótolni, de a 10 év munkája azért azt is eredményezte, hogy ez a járványhelyzet
sem szakította meg közöttünk a kapcsolatot, hanem a kicsit a fizikális világból áttéve a virtuális világba, de tovább vittük ezeket a dolgokat, úgyhogy bizakodunk abban, hogy minél előbb ennek a helyzetnek is vége lesz, és utána barátok, ismerősök, rokonok újra tudunk találkozni. A 100 év emlékére a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójából szerte az országban, így Alsónánán is 100 másodpercen keresztül zúgtak a harangok. Emlékeztessen bennünket ez erre a történelmi dátumra. Az elmúlt évszázad a magyarság számára nem volt egy nyereséges évszázad, illetve nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a sok megpróbáltatás mellett egy vesztes évszázadról beszélhetünk. Viszont mindennek ellenére megmaradtunk magyarnak, itt vagyunk a Kárpát-medencében, mi vagyunk még mindig a legnagyobb nemzet, és reméljük azt, hogy talán a közösségeink az elmúlt 10 év nemzetpolitikájának is köszönhetően megerősödtek, és ebből táplálkozva a következő évszázad számunkra már egy nyertes évszázad lesz. €5 milliárd fejlesztik az úthálózatot Szekszárdon, ezt Ács a város polgármestere jelentette be pénteken. A pénzből körforgalmakat építenek és újítanak fel, helyreállítják a Kesejűsi út burkolatát, mellette pedig kerékpárutat alakítanak ki, és újra nyitják a lezárt Mátyás Király utcai vasúti átjárót. Itt a Kesejűsi út kereszteződésében is kialakítanak hamarosan egy új körforgalmat, de a mostani elkerülő úton is lesz egy ilyen építmény, a csatárit pedig kibővítik. Ezek a munkafolyamatok is részei annak a projektnek, aminek során Szekszárd úthálózatát fejleszti az önkormányzat. Ezt Ács Rezső a város polgármestere jelentette be hétértékelő sajtótájékoztatóján. Mint stábunknak elmondta, amíg az ilyen Szekszárd frakció a rigótojásokat számolja, addig ő és a hivatal újabb több milliárdos fejlesztések forrásainak előteremtésén dolgoztak. A körforgalmakra a már tervben levő új elkerülő úthoz lesz leginkább szükség, de nem ez az egyetlen fejlesztés a projekt során. Tulajdonképpen 3 évvel ezelőtt kezdtük el ezt az előkészítést, aminek köszönhetően most megkaptuk egyrészt a pénzügyminisztériumtól a top forrás, másrészt pedig miniszterelnökségtől a kiegészítő forrás, így van €5 milliárd kellett összegünk. Ebből ugye gazdaságfejlesztési célokat kell szolgálni, illetve turisztikai célokat kell szolgálni. Ennek köszönhetően a teljes Kesejűsi út egészen ki a Gemencig felújításra kerül, és mellette építjük egy kerékpárutat is, hiszen életveszélyes a kerékpárra kimenni a Gemencbe. Ennek a forrása köszönhetően meg tudjuk végre nyitni a Mátyás Király utcát, itt nagyon sok közmű van egyébként, amit ki kell váltani. Aki strandra jár, vagy éppen kosármeccsre tapasztalja, hogy az egy átrendező ponton milyen tumultus szokott kialakulni, vagy éppen munkaidő végével is elég sokan, még a hétköznapokon is be szokott dúlni ez a csomópont. Most ezzel a Mátyás Király megnyitással ezt egy kicsit reméljük, hogy oldani fogjuk, illetve ennek a keretnek köszönhetően 3 körforgalomnak a átépítése, illetve újnak a kiépítése történik meg. Egy a Tesco-nál épülne meg egy körforgalom, az Obi körforgalmat megszélesítjük, és a Húsiparnál is kiépülne egy körforgalom, hiszen valamikor majd az elkerülő út ott fog indulni, és ott kerüljük ki az egész várost, amelynek a tervezése is zajlik már. És kivitelezés szintjén még egy nagyon fontos eleme van ennek a csomagnak, a temetőnek a feltáró útja, az alsóvárosi temető feltáró útja, hiszen az új ravatalozó az a temetőnek a déli részén kerül majd kialakításra, és ott építünk egy parkolót, illetve annak a megközelítését, megközelíthetőségét fogjuk tudni biztosítani ezekkel a forrásokkal. Így a strandot, a sportcsarnokot és a még épülő uszodát a Mátyás Király utcáról is meg lehet majd közelíteni. A projekt részeként az alsóvárosi temetőnél egy új feltáróutat is kialakítanak. A Mátyás Király utca lezárt vasúti átjárójának megnyitása, a Kesejűsi út újraburkolása és a kerékpárút, valamint a feltáróút kialakítása €5 milliárd kerül majd. A pénz legnagyobb részét €4 milliárd topos pályázaton nyert a város, további €1 milliárd pedig a miniszterelnökség ajánlott fel. Újra tartanak rendes tárgyalásokat a bíróságokon, és az ügyfélsegítő vagy régi nevükön a pannasznapok is elindultak. A bíróságokon a járványhelyzet miatt vezettek be korábban rendkívüli szabályokat. Bár a munka folyt, a tárgyalásokat nem személyesen, hanem online, Skype-on vagy más videokonferenciás eszközök segítségével tartották meg eddig.
A bíróságokon márciusban vezettek be rendkívüli intézkedéseket a koronavírus járvány miatt. Bár az épületekben folyt a munka és az ügyek is haladtak, személyesen nem tartottak tárgyalásokat, és az ügyfélsegítő vagy régi nevükön a panasznapok is szüneteltek, valamint a beadványokat is csak az épületekben elhelyezett postaládákban fogadták. Néhány napja viszont már ügyfelek is beléphetnek a bíróságok épületeibe. A koronavírus járvány ideje alatt ebben a rendkívüli időszakban is működtek a bíróságok, zajlottak a tárgyalások, illetve az eljárási események akár írásban, akár tárgyaláson kívül is megtörténtek. A tárgyalásoknak pedig speciális módja volt ez a bizonyos elektronikus tárgyalás. Ez azt jelenti, hogy nem újranyitásról beszélünk, hanem folytatódnak az ügyek, csak most már lehetőség van a személyes megjelenésre is, illetve sok esetben ez kötelezettség is. A bírósági épületekbe egyelőre csak különleges óvintézkedések mellett lehet belépni. A bírósági épületekbe a megye területén a belépés, a beléptetés speciális szabályok alapján történik. Minden ügyfelet, illetve aki személyesen kíván bíróságon ügyet intézni, arra kérünk, hogy a bírósági épületekbe kizárólag szájat, orrot eltakaró maszk, sál, kendő használatával léphet be, illetve a gumikesztyűt is használnia kell. Elsősorban az épületekbe történő beléptetéskor felhívják a biztonsági szolgálat alkalmazottai az ügyfelek figyelmét ezen szabályok betartására. A panasznapok és a személyes ügyintézés is újraindult a bíróságokon. Ezekre előzetesen telefonon kell bejelentkezni, a személyes ügyintézésre pedig egyelőre speciális szabályok vonatkoznak. Elsősorban a panasznapon elektronikus vagy telefonos időpont egyeztetés útján tudjuk fogadni az ügyfeleket személyesen, azonban természetesen akinek ilyen időpontja nincsen vagy nem tudott foglalni, megpróbáljuk a kapacitásunkhoz mérten ezen ügyfelek kérelmeit is befogadni. A kezelőirodákba szintén az ügyfelek beléphetnek speciális intézkedések betartása mellett, de a kezelőirodáink szintén korlátozott befogadóképesség. Annyi ügyfél tartózkodhatott, ahány bírósági ügyintéző az ügyekkel foglalkozik. A kezelőirodákon kizárólag iratbetekintés, személyes ügyintézés, illetve iratbeadás céljából lehet tartózkodni az arra szolgáló ideig, tehát amint ezt a tevékenységet az ügyfél befejezte, az épületet azonnal el kell hagynia. Ugyanez vonatkozik a panasznapra vagy ügyfélsegítő napra is, tehát ugyanezen korlátozik. Változások mellett lehet bejönni, csak annyian léphetnek be az ügyfélsegítőre, ahány dolgozónk, illetve alkalmazottunk ezt az ügyfélsegítő napot végzi. Már a tárgyalások is újra személyes jelenlét mellett zajlanak, a tárgyaló termekben viszont még mindig szigorú szabályok vannak hatályban. Biztosítani kell a 2 méteres védőtávolságnak a betartását, maszkban, illetve kesztyűben lehet jelen mindenki a tárgyaláson. Speciális szabály az, hogy az eljáró tanácselnöke nyilatkoztat minden jelenlévőt arra, hogy esetleg érintette a járványügyi intézkedésekkel, amennyiben igen, nyilván a tárgyalások nem tarthatóak meg. Itt nyilatkozniuk kell az ügyfeleknek, amennyiben bárki a szabályokat megszegi, kiutasítható az épületből. Arra mindenkit szeretnénk megkérni, hogy természetesen az idézésekre meg kell jelenni, de amennyiben koronavírussal megfertőződött valaki, vagy hatósági házi karanténban van, vagy a hozzátartozója, ezt jelezze mi hamarabb a bíróságon, telefonon, vagy elektronikus úton, illetve igazolási kérelmet terjeszten elő, mert ez esetben nem szabad megjelenni, de természetesen a távol maradását ki kell mentenie. Jelenleg júniusban átmeneti időszakot élünk, a kormánynak az ide vonatkozó rendelete alapján a veszélyhelyzet természetesen még tart, tehát ezek a korlátozások mindenkire vonatkoznak. A veszélyhelyzet megszűnése valamikor június végére várható, innentől kezdődően is azonban a bíróságon ezek a korlátozások továbbra is élnek, tehát mindenkit megkérünk arra, hogy ezeket a járványügyi szabályokat legyen szíves betartani. Emellett a bírók azt is meghatározhatják, hogy hányan vehetnek részt egy-egy tárgyaláson.
Minden ügyfelet, illetve aki személyesen kíván bíróságon ügyet intézni, arra kérünk, hogy a bírósági épületekbe kizárólag szájat, orrot eltakaró maszk, sál, kendő használatával léphet be, illetve a gumikesztyűt is használnia kell. Ezek mellett a bíróságokon kézfertőtlenítőt helyeztek ki, ezeket mindenkinek használnia kell, aki belép az épületekbe, és a 2 méteres védőtávolságot is tartani kell. Visszaáll a 10 évvel ezelőtti rendszer az általános iskolások nyári felügyeletében Szekszárdon. Idén, június 29-től már nem a Keresztény Nevelésért Alapítvány és az általa működtetett Comenius általános iskola bonyolítja ezt le, hanem a szekszárdi általános iskolák rotációs rendszerben. Az iskolák vezetői felosztották a nyarat, így minden héten más oktatási intézmény oldja meg a felügyeletet egészen augusztus végéig. A szekszárdi tankerületi központhoz tartozó intézményekben eddig összesen 150 szülő kérte a felügyeletet. Július elejére ez a szám azonban változhat, mivel július 15-éig lehet igényelni a nyári napközés ellátást. Alaposan átírta az idei nyarat és a szabadságokat a koronavírus járvány. A szülők egy része kifogyott a szabadságokból, így sokan fellélegeztek, amikor a kormány úgy döntött, enyhít a szabályokon, és részlegesen kinyitja az iskolákat. Az oktatási intézményekben június 16-áig zajlanak felzárkóztató órák és egyéb foglalkozások, azt követően felügyelnek azokra a tanulókra, akiknek a szülei ezt igénylik. Az iskolák ezt a feladatot június 26-áig látják el. Hetente olyan 350-360 diák, ez érvényes június 2. felére és július 1. két hetére. Ezt követően úgy látjuk, hogy csökkennek a létszámok, és a korábbi 350 tanuló után már csak ilyen 150-130 tanuló kéri a felügyeletet. Gerzsei Péter, a szekszárdi tankerületi központ igazgatója éppen arról beszél, hogy június 2. felére több szülő, július elejére eddig azonban kevesebb kérte a nyári felügyeletet gyermekének. Ez a szám azonban változhat, mivel július 15-éig lehet igényelni a nyári napközis ellátást a Tolnai megyeszékhelyen. Az ehhez szükséges adatlapot az intézményvezetők jutatják el a szülőknek, ezen lehet majd igényelni ezt a szolgáltatást. Június 26-áig minden iskola maga oldja meg diákjai felügyeletét, utána azonban a települések önkormányzatai veszik át ezt a feladatot. Szekszárdon eddig a Comenius általános iskola látta el a gyerekek nyári napközis ellátását, idén azonban ez megváltozott. A Keresztény Nevelési Alapítvány az elmúlt 10 évben magas színvonalon megoldotta az általános iskolák tanulói diákjainak a nyári felügyeletét. A 2019-20-as tanév után ezt a feladatot már vállalni nem tudja, de a város talált megoldást ennek a feladatnak a megoldására a tankerület igazgatójával és a nagyobb iskolák igazgatóival történt egyeztetések során ez meg fog oldódni. Vagyis minden szekszárdi iskola, beleértve a gyakorló iskolát is, részt vesz a gyerekek nyári felügyeletében. Minden héten másik intézmény biztosítja a napközis ellátást június 29-e és augusztus 19-e között. Az első héten a Babits Mihály általános iskolába lehet vinni az alsós, indokolt esetben az 5-6-os gyerekeket, ha a szülők munkájuk vagy egyéb ok miatt nem tudják megoldani gyermekük felügyeletét. A többi héten pedig a többi általános iskola következik, a sort szintén a 3-as iskola zárja augusztus végén. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!